2,5 éve megszületett egy ötlet, ami most ebben a pillanatban ért be, hogy elmondjam végre nektek. A videózásom és így az egész videós történetnek egy új fázisában léptünk ebben a pillanatban, hiszen megszületett a második csatornám, aminek nem más a neve, mint Játéksarok by Sajt32. Ha szeretted eddig az élőadásokat, a gameplayeket, a végigjátszásokat, a számítógépes játékokat, akkor mindenféleképpen kövess be az új csatornát, iratkozz fel rá, hiszen nem hiszitek el, hogy mik lesznek ott. Teljes más szegmense lesz a gamingnek az a csatornám, hiszen konzolos játékokkal fogunk játszani, számítógépes vicces játékokat fogunk végigjátszani. Szeretted a hosszú élőadásokat? Imádtad, ahogy játszottunk Robival? Éppen legendákat kutattunk a GTA-ba? Nagyon jó helyen leszel. A Sajt32 csatorna ugyanúgy fog üzemelni a rövid videókra, Robloxal, a telós játékokra, Minecrafttal minden is. Ez még pluszban jön rá, ki szereti a hosszabb, olykor nyugodtabb végigjátszós gameplayeket. És jövő tavasszal olyan március környékén egy olyan dimenzióba fog lépni a videózásom és a csatorna, ami még Magyarországon, sőt a világon senki, de senki nem csinált. Ami azt jelenti, hogy a Játéksarok az ország minden területén meg fog nyitni, és látogatható lesz a valóságban is az internet után. De erről a részleteket csak később árulhatom el, de nem tudjátok, hogy mennyire várom már. Több mint 2 évünkbe telt, hogy a 0. ponttól a 32. természetesen pontig megszerveztük tetőtől talpig minden, szóval nagyon király lesz, és remélem, hogy tetszeni fog nektek is. De erről már később, srácok, gyertek, iratkozzatok fel, hiszen már most is kint van az első videó az új csatornán, és innen minden héten király tartalmakkal várlak titeket, itt is, ott is, a gameplay szerelmesének, plusz lett egy TikTok csatornám, ami ugyanúgy Játéksarok by Sajt32 néven elérhető, ahol a vicces jeleneteket összesítem és feltöltöm őket. Az első 10 000 feliratkozó között ki fogok sorsolni 3 sajtos terméket. Na császok!